Elhoztam nektek két országúti Cube-ot, amit most be fogok mutatni. És azért is érdekes, mert az egyik kerékpár az Zangié, a másik pedig az enyém. Vagy az enyém és az Zangié. Sziasztok, öcsi vagyok! Bizony, most már országútizunk is, és nem csak montizunk. És be fogom mutatni nektek a Cube Peloton eset, és el fogom mondani, hogy miért emellett döntöttük. Gyertek közelebb! A fogyasztói árát tekintve, az én véleményem szerint nagyon egyben van a kerékpár, ugyanis 105-tel és Ultegrával van szerelve. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a Durace és az Ultegra az már csúcs kivitelnek számít. És ugye a 105, az pedig az Ultegra alatt van. A Shimano 105 a Durace és az Ultegra műszaki újításait hordozza magában. És itt most természetesen az új 11 fokozatú 105-ről van szó. Tehát nem véletlen az, amikor a 105 alatti szetteket kimondottan 105-re cserélik. Ugyanis ez az oka. Integrált, négykaros hajtómű, lenyűgöző látvány. Nyugodtan kijelenthetem, hogy gyakorlatban is nagyon szépen mozog az Ultegra váltó. És a 11 fokozatú Ultegra hátsó váltó nagyon szépen működik. Meg vagyunk elégedve. És a 100-as váltókar. Két forgáspontos fék, harap mint a sató. Első hátsó kerék, gyári Mavic kerékszett, ugye Mavic aggyal, felnivel és Covid köppennyel. És hogy mennyire fontos a megfelelő méretnek a kiválasztása, ugye Angi alacsonyabb tőlem, így neki alacsonyabb a pász kellett, de azt hozta magával, hogy a hajtókar hossza rövidebb, és szintén a kormányszál is rövidebb, mint az én kerékpáromba. Tehát erre oda kell figyelnünk. És sima a kerékpár súlya, de azt kihangsúlyozom, hogy pedállal és fontos kilométerórával együtt. Ugye amikor a gyári érték megvan oda az országútinál, ott többnyire pedál nélkül van. Köszönöm szépen, hogy velem voltál! A kerékpárt megtalálod a webshopunkban vagy az üzletünkben, iratkozz fel a csatornákra, és találkozunk legközelebb is!